Idén 28. alkalommal szervezték meg a szlovákiai magyar pedagógusok egyik legjelentősebb seregszemléjét, a Komáromi Pedagógiai Napokat. Több témában válhattak napra készé a tanítók és a tanárok, akiket leginkább az inkluzív oktatáson alapuló új közoktatási reform apró részletei érdekeltek. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hívószavára szép számmal reagáltak pedagógusok Szlovákia számos magyar lakta szegletéből. A közösségek hagyományosan ikonikus helyszínei a templom, az óvoda, az iskola, az egyetem, a színház, a kulturális sport és közösségi események. A Komáromi Pedagógiai Napok idei mottója az élni a lehetőséggel, sokszínű pedagógia a mindennapokban volt. Fontos a lehetőségek meglátása, felismerése, kihasználása, nem csak a pedagógiában, de az életünk valamennyi területén. A legtöbb előadáson és foglalkozáson visszacsengő téma volt a közoktatás reformja, de volt szó az okos eszközök térhódításáról és a hatékony szlovák nyelvoktatásról is a magyar alapiskolákban. Ne siessünk se lovasat. Irodalom órán békét. A irodalomkönyvben van 1 millió szöveg. Én egy szöveggel mondom, 3-4 hétig dolgozok. A könyv az nem egy biblia, a könyv egy segédeszköz. És ha nekem nem tetszik az a szöveg, akkor nem viszem be az órára. Viszek saját szöveget, és ahhoz építem azokat a feladatokat, amit beváltok, és amit látok, hogy a gyerekek fogékonyak rá, mert nekem az a célom, hogy minden ilyen aktivitással kerül oda, lényeg az, hogy beszéljen szlovákul. Ha egy ilyen találkozó napjainkban megvalósul, nem maradhat el az okos eszközök kimeríthetetlen témája sem. Napjainkban már alig ha tudjuk ezeket az eszközöket teljesen kizárni a család életéből, így mások mellett a testnevelő tanárokra is hárul nem kevés többletfeladat. A testmozgást vonzóvá kell tenni, és ennek egyre kidolgozottabb a módszertana, mondja a szakember. Ha én nagyon színes eszközöket használok, és játékos módon rávezetem a mozgás szeretetére, akkor van úgy, hogy a gyerekek el is felejtik ezeket az eszközöket, és inkább a mozgás felé hajlanak. De ehhez egy nagyon aktív, odaadó pedagógusra van szükség, és hála Istennek, hogy nagyon sokan jönnek ilyen képzésekre, ahol tovább fejlesztik a tudásukat, és ezt tudják beiktatni a napi gyakorlatukba. A Komáromi Pedagógiai Napok rendezvénysorozata egyre nyitottabb. Az előadások és foglalkozások díjmentesen látogathatók, és bárki részt vehet ezeken, akit a téma érdekel. Nem csak pedagógusok. Nyitunk a nagy közönség felé is, ezért úgy gondoltuk, hogy hívunk egy olyan embert, aki üzletembert, aki nem pedagógus, de nagyon hasznos az a tudás, amit ő fölhalmozott az élete során. Balogh Levente az egyik legismertebb magyarországi ásványvíz márka tulajdonosa, üzletember, televíziós személyiség lelkesítette a pedagógusokat a kitartásra és a folyamatos fejlődés fontosságára. A vállalkozó egy nagyon fontos szó. A vállalkozó az értékteremtő. Értéket kell teremteni. Az üzletember azt hangsúlyozta, ha a pedagógusok is nyitott szemmel és naprakész tudással haladnak az értékteremtés útján, könnyűszerrel veszik majd akár az új közoktatási reform akadályait, kezdeti nehézségeit is.